közel egy évtizede tart most már az a politikai szövetség a három szervezet között, amit itt Fehérváron, itt helyben megálmodtunk. Közel 10 éves a kapcsolat a 64 vármegyei ifjúsági mozgalom és a Válasz független civilek közt. Mint Kornyi Kisboton mondja, idén is azért álltak be a szerintük nemzeti, hazafias értékeket képviselő lokálpatrióta szervezet mögé, mert a Válasz valódi civilekből áll. Azt szeretnénk kérni minden választópolgártól, hogy a valódi civil érdekképviseletet válassza, ne azokat, akik a párt logójukat szégyelve civil köntösbe bújnak, és azt kérjük mindenkitől, hogy a helyi ügyekben helyben döntsünk, és a helyi ügyekben ne a Kármelita Kolostorban, és ne is Brüsszelben vagy Washingtonban hozzuk meg a döntéseket, hanem itt, Székesfehérváron. Az említett függetlenség miatt állt be idén is a Fehér Szövetség is a Válasz mögé, mondja a szervezet társelnöke. A Fehér Szövetség csak azért támogatja ezt a civil független társaságot, akit válaszd a helyit szlogennel hirdetünk, mert lokálpatrióta, nemzeti érzelmű, és nem független a választóitól. Idén már 5. alkalommal indul a Válasz a helyi önkormányzati választásokon. Most bemutatták polgármester jelöltjüket is. Azt az üzenetet hordozzuk, hogy a múltból táplálkozunk. Itt kiemelem azt, hogy Székesfehérvár történelmi múltja az, ami a mi szellemi örökségünket is tovább viszi. A jelenbe élünk. Nagyon fontos számunkra, hogy fejlődő város vagyunk, egy gazdaságiparváros vagyunk, a digitalizáció és a jelen problémái, amelyekről majd a kampányunkban fogunk beszélgetni, és a jövőbe tekintünk, és szintén a szellemi örökségünk miatt két céldátumunk van, ami megfogható, a 2031 a Szent Imre év, és a 2038-as Szent István év. Tehát mi szeretnénk a gyerekeink és az unokáinkra egy élhető és jó várost hagyni. A szervezet azt is bejelentette az Országzászló téren tartott sajtótájékoztatóján, hogy ismét vármegyei szinten is megmérettetik majd magukat a választásokon. Mivel mi nem vagyunk párt, ezért nem is álltunk neki pártosodni és pártként szerveződni a megyébe, hanem szeretnénk az alapelvünket, a pártatlan és a pártszervezetektől országos és nemzetközi befolyástól mentes helyi függetlenek mellé állni, és azokat támogatni itt vármegye szerte. A június 9-én esedékes Európa Parlamenti Önkormányzati és Nemzetiségi Önkormányzati Választás kampánya április 20-án szombaton kezdődik majd. A jelölő szervezetek és a jelölté válni kívánó személyek ettől a naptól kezdve gyűjthetik a jelöltséghez szükséges ajánlásokat.